kiköltöztetve. A Mindcenti iskola 4 osztálya a régi posta épületében kezdte a tanévet az iskola bővítése miatt. Kérdőjelek között. Mi lesz a teljes államosítás után az iskolák felszerelésével, a tornatermekkel és a felújítással? És hárman párban különleges kiállítás látható a postárton. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Közel az iskolához, de mégis távol. Jó estét kívánok! A Mindcenti József Római Katolikus Iskola 4 osztálya a főposta régi épületében kezdte a tanévet. Az ok az iskola bővítése. A munkálatok miatt ugyanis a suli egy része nem használható. Az átépítést a fenntartó székesfehérvári egyházmegye finanszírozza, de az önkormányzat is segít, méghozzá azzal, hogy az építkezés idejére elhelyezést biztosít a kiszoruló tanulócsoportoknak, az iskolához közel, a volt főposta épületében tehát. Ott korábban is működött iskola, az Árpád utcai suliba járók használták a termeket, de nekik már elkészült az új épületük, ezért visszaköltözhettek. Guten Tag, mondjad? Guten Nacht. Guten Morgen. Guten Abend. Nem volt könnyű és zökkenőmentes az idei tanévkezdés a budaörsi Mindcenti József Római Katolikus Általános Iskolában, hiszen a most induló két első osztály és a harmadikos évfolyam tanulói is a régi posta épületében kezdték el a munkát az anyaiskolában elindított emelet ráépítési munkák miatt. A helyzetet az is nehezítette, hogy augusztusban hozzáfogtak a régi posta épületének a külső felújításához, ami sajnos a tanév kezdetéig nem fejeződött be. Valóban nem volt egyszerű, mikor átjöttünk, dobozokból éltünk, és számos luk tátongott a falon. Hát valószínűleg a diplomám most már glettelésre is és fúrásra is remek. Az előnye minden hátránya mellett az, hogy sokkal nagyobb a termünk, kényelmesebb, kicsit el vagyunk szigetelve, és a gyerekeknek van idejük arra, hogy egymást megismerjék, és egy kicsit kisebb környezetbe szokjanak egymáshoz, és nem kell rögtön a 300 másik gyerekhez szokniuk, hanem először az osztályközösséget, kisebb osztályközösséget, a társaikat, a harmadikosokat szokják meg, és majd így fogunk átlépni a másik épületbe. Látom, ugye, hogy itt azért még az árványok is fönn vannak, és a fényviszonyok se tökéletesek, ez mennyire nehezíti a munkát? Hát, amikor Bob az építőmester itt elindul az ablak előtt, nincs az a betű, ami nagyon izgalmas tud lenni, de általában szerencsére tekintetbe veszik azt, hogy tanítunk, tehát ritkán mászkálnak el az ablak előtt, és csak ritkán fúrnak. Tehát azok kínos pillanatok, de szerencsére egy nagyon fegyelmezett, nagyon jól nevelt osztályom van. Tehát innentől kezdve tudják, mi a dolguk, még akkor is, ha kicsik. Hát gyerekek, ebben az esztendőben többször is találkozunk majd. Mert ha igaz, akkor első áldozók is lesznek. Jó, komolyan készüljetek csak. A számtamból is, meg a hittamból is, persze. Jó. Igen, köszönjük a látogatást. Örülök annak, hogy jól érzik magukat, arányod, jó? Átvészelik ezt az időt. Persze. Nem csak a budaörsi egyházközség plébánosa, Varga János atya bízik abban, hogy minden nehézség ellenére sikeresen át fogják vészelni az előttük álló viszonylag sok komplikációval járó évet. A tanárok és a gyerekek is könnyen alkalmazkodtak az átmeneti megoldásokhoz. A nagy elképzelés, hogy ennek a szeptembernek az elejére a iskola bővítésünk elkészül, aztán hát minden okot nem tudunk, de hát amit fenntartó tól értesülve, hát kénytelenek voltunk tudomásul venni, az, hogy egy évvel eltolódik az a bővítés, amire abszolút szükség volna az iskolába, a hál' Istennek a túljelentkezések miatt. Hát aztán azért az Úristen úgy intézi a dolgokat, hogy még az önkormányzat is ott van a besegítők között, mert igazából ez a rugalmas hozzáállás, hogy kapásból át kellett rendezni az elképzeléseket, és a posztárt, vagy a régi postának az épületének az emeleti részét, hogy ilyen négy tantermes megoldással és a kiszolgáló helyiségeknek a biztosításával, mert a segítségünkre siettek, mert igazából arról van szó, a megszólításra készségesen válaszoltak, és hát ez csak örülni lehet neki, és köszönet
mindazoknak, akik ebbe közreműködtek, hát természetesen polgármester úrnak elsősorban, hiszen ő volt ennek a gondolatnak a fölkarolója. Amióta elindult az intézmény fejlesztési projektünk, tudtuk azt, hogy nem, elég nehéz tanévkezdés elé nézünk. Tehát ebben az évben, hát vannak apróságok, amiket meg kellett oldanunk, amely, tehát kívülállóként lehet, hogy apróság, de azért aki ezt átélte, ezt a tanévkezdést, annak azért azt tudja azt, hogy ez egy nagyon komoly szervezési és egyéb munkálatok tehát indultak el. Hát átköltöztünk ebbe az épületbe, nagyon-nagyon köszönjük szépen a Budaörs önkormányzatának, képviselőtestületének, ahogy lehetővé tették, hogy itt el tudjuk helyezni, mert más esetben sajnos tehát eléggé kilátástalan lett volna a helyzetünk. Tehát most ebben a Templomtér 12-ben vagyunk, ez gyakorlatilag a B-épületünk lett. Ez lett az iskolának tehát a telephelye. Itt az első és a harmadik év folyamunk van elhelyezve, 4 tanulócsoporttal, hát körülbelül egy olyan 85-90 gyermeket helyezünk itt el ebben az épületben. A többi év folyamunk az pedig maradt az anyaépületünkbe. Összesen olyan 315-320 gyerekkel indultunk a tanév elején. Ezt 15 tanulócsoportra osztottuk. Most már azt mondom, hogy ez a harmadik éve, hogy ilyen szép számban. A B-épületként apostrofált intézmény lényegében a tantermeket és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségeket, vizes blokkokat foglalja magában. Mivel ebben az épületben sem tornaszoba, sem felszerelt ebédlő nem található, ezért naponta több alkalommal is át kell járniuk a központi iskolába, illetve az óvoda udvarán található tornaterembe a gyerekeknek. Az étkezést azt úgy oldottuk meg, hogy étkezni átjárnak a gyerekek. A székhelyi intézményen van egy melegítő konyhánk, és ott oldjuk meg a gyerekeknek az étkeztetését. Az uzsonnát azt át tudjuk hozni zárt dobozba, tehát azzal igazából nincs problémánk. Jelenleg az Ébner közfelől tudjuk meg közelíteni az iskolának ezt a B-épületet. Ez egy kicsit problémás, hiszen elég forgalmas. Ígéretet kaptunk az önkormányzattól, és ez szerintem ez biztos, hogy így is fog történni, hogy majd a templomtér felől, az utcafront felől van egy átjáró kapuhaj, és azon keresztül tudjuk az épületet megközelíteni. Az abból a szempontból lesz szerencsés, hogy egyrészt a rövidebb, tehát lerövidül valamennyit az útvonal, másodszorban pedig védett járdán fognak tudni közlekedni a gyerekek. Én ezt remélem, hogy egy-két héten belül be fog állni ez a rend, és akkor már ez a közlekedési kérdés is megoldódik. Jelenleg úgy tűnik, hogy az átmeneti állapotok 2017 nyaráig, azaz egy tanéven keresztül állnak majd fenn, és a 2017-18-as tanévet már a megújult Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában kezdhetik el a posta épületében tanuló diákok is. Turcsik Viktor, a Herman iskola igazgatója, egészen pontosan intézményvezetője van itt, mert ugye ez a pontos megfogalmazás. Jó estét kívánok! Jó estét. Hát elkezdődött az új tanév. Milyen ez az új tanév? Hát azt mindenképpen megígérhetem, hogy teljesen más lesz, mint az előző tanév. Az előző tanévnek rányomta a bélyegét az előző tanévre ez a kis tiltakozási hullám, ami itt volt a pedagógusok között. Most nem lesz tiltakozás, minden rendben. Hát én úgy gondolom, hogy most az eleje, az a tapogatózás időszaka lesz, és ez az eleje, ez hónapokig tarthat, mert hogy nem tudjuk, hogy hogyan fogja átvenni majd az állam az intézmény működtetését. Rendkívül optimista évnyitót mutattunk a gyerekeknek, és arra hangoljuk magunkat, hogy tényleg a gyerekekről szóljon ez a tanév, de nem ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy ez be is fog következni. Az első és legfontosabb változás, hogy azt ígérik, legalábbis ezt lehetett hallani rádiókban, televíziókban, erről lehetett olvasni az újságokban, hogy az alsósok terhei csökkennek. De mivel az órák azok 3/4 órásak, ugye nem lehet azt mondani, hogy az első-második osztályosokat fél óránként kiengedjük, mert hogy ott a többi teremben a többiek még tanulnak, ezért, hogy ők fél órát tanulnak, negyed órát pedig mással foglalkoznak. No, ezt hogy oldják meg? Hát ez nem a spanyol viasz kategóriája, mert hogy a tanítók azok eleve ilyen metodikával dolgoztak már. Tehát egy első osztályos gyerektől soha nem várta el senki, hogy 45 percen keresztül egy verbális tanulást folytasson le. Mindig mozgásos volt, játékkal, zenével, mozgással, minden ilyesmi volt. Ez, hogy most ezt központilag kimondták, ez csak azt tudom mondani, ez a semmi. Tehát kimondták azt, amit eddig is így csináltak a tanítók. Ha azt gondolja valaki, hogy államilag kell garantálni a gyerekek terhelését, akkor az nagyon nagy tévedés.
Tehát semmiféle kerettantervel, törvényekkel, rendeletekkel a gyerekek terhelését nem lehet. Csak és kizárólag a pedagógusok képzésével, motivációjával, konferenciákkal, stb. Ilyenekkel lehet változtatni azon, ami az osztálytermeken belül van. Ami a nagy hiba, hogy most valakik azt hiszik, vagy lehet, hogy nem hiszik, csak kínjukban azt mondják, hogy ilyen 30 perces rendeletekkel majd azt mutathatják a társadalom felé, hogy ők most valamit változtattak. Jelentem, nem változtattak semmin, így volt, a tanítóink bizony nem terhelték túl a gyerekeket, teljesen mindegy, hogy mi volt ott a mögöttes tartalom, vagy esetleg elképzelt kerettanterv. De az elképzelt kerettanterv az most változott? Tehát most akkor azt mondják, hogy első osztályban nem kell megtanulni írni, olvasni, ráérnek a második osztály végéig, vagy osztani nem kell, mit tudom, a harmadik osztályban megtanulni, hanem csak majd a negyedikben? Ha az alapvető tartalmakat nézzük, akkor itt nem lehet változtatni, és nem is történt változtatás. Ha egy tanulócsoportot nézünk, akkor kizárólag a pedagógus fogja megmondani, hogy azokkal a gyerekekkel szárnyalni fog, vagy szépen komótosan csak a minimumot tanítja. Azt, hogy mi a minimum, ezt a pedagógiai programok határozzák meg egyébként, a kerettanterv ehhez csak kereteket ad, és azt gondolom, hogy a Hermannál például a pedagógiai program a garancia arra, hogy a gyerekek nem lesznek túlterhelve, és kvázi, ha azt akarom, nagyon ideálisan akarok fogalmazni, hogy személyre szabottan kapják meg a terhelést. Persze, az iskola egy tömegoktatási intézmény, abban vannak ártalmak. Meggyőződésem azonban, hogy ezeket az ártalmakat csak mi tudjuk orvosolni, ezt a kormányzat nem tudja. Az, hogy a klik átalakult, és most 58 kis klik lett az országban, az mit jelent önöknél? Ebben a pillanatban annyit jelent, hogy budakeszi tankerülethez tartoztunk eddig, most budakeszi, Pilisvörösvár és Érd egy tankerületet alkot. Ez igazából már nem tankerület, hanem az új terminológia szerint tankerületi központ. Más lett a vezetőnk. Az érdi tankerület vezetője kapta meg december 31-ig ezt a feladatot. Neki igazából az a feladat, hogy kialakítsa azokat a viszonyokat, amik már január 1-től lesznek. Ezeket a viszonyokat szerintem még nem nagyon ismeri senki. Maga a tankerület vezetőjének vannak persze saját koncepciói, de nem tudjuk pontosan, miről van szó. Részt vettünk egy tájékoztatáson, amit a Klebersberg intézmény fenntartó központ elnöke tartott, és ideák vannak e mögött, tehát elképzelések. Az, hogy ez nekünk mit jelent, abban csak ilyen reménykedések vannak, például a legfontosabb saját költségvetés mondjuk egy ilyen mézes madzagban elhúzva. Ez akkor azt jelenti, hogy akkor ön, mint intézményvezető eldöntheti, hogy mire költ az épületben, felújításra, fejlesztésre, bármire? Ez egy olyan érdekes kérdés, hogy keretgazdálkodásról beszélnek, a keret pedig az, hogy megmondja az állam, hogy mennyi a keret, és ezen belül az igazgatónak van bizonyos mozgástere, tehát lát egyfajta pénztárcát, a saját pénztárcáját ígéret szerint, rendkívül szkeptikus vagyok ebben, hogy ezt mennyire látja. Első időben még havonta, de majd lesz egy nagyon professzionális szoftver, ami majd ezt követhetővé teszi. Tehát gyakorlatilag, hogy bármikor belenézek a pénztárcámban, látom, hogy ott mi van. Természetesen igazgatóként bizonyos pénzösszegig saját döntéseket hozhatok költésekről. Minden iskola elemi költségvetési egység lesz, tehát a közbeszerzés már nem fogja akadályozni az iskolák beszerzését. Eddig például egy nyomtató beszerzésénél már közbeszerzés volt, akár csak pár tízezer forintnál is, hiszen összeadódott az egész állam, most nem fog összeadódni. Ebből a szempontból ez kényelmesebb lesz. De mindennek a nyitja, hogy mennyi az annyi, mert Budaörsön egy jól finanszírozott általános iskolában dolgoztunk, és az állami keretekről semmit nem tudunk ebben a pillanatban. Meg hát amennyi az annyiban beletartozik az is, hogy egy cégvezető az dönthet arról, hogy hány alkalmazottat foglalkoztat. Ön például dönthetne úgy, hogy délután felveszek még egy olyan kisegítő pedagógiai alkalmazottat, aki foglalkozik a gyerekekkel. Ilyen döntést nem hozhat meg. Dönthet arról, hogy azt a 100 forintot nyomtatópatronra költöm, zsírkrétára költöm, vagy krétára költöm. Körülbelül ennyi a mozgástere. Igen, alapvetően anyuci, és itt az anyuci, jelképes anyuci mindig ott lesz. Tehát nem kell már talán annyiszor anyucihoz szaladgálni, mondjuk az egy gombóc fagyért nem kell, de az osztálykirándulásért már kell. Tehát ez nagyon fontos kérdés, hogy az a fajta volumen, ami 2010 előtt, de nyugodtan mondtam 2013 előtt, hiszen ott még nem volt meg, az a fajta volumen, annak a közelében nem vagyunk. De én azt gondolom, hogy még talán az előszobájában sem.
Volt egy nagyon kemény változtatás, ez minden jogot szinte elvett az intézményvezetőtől, most pedig valamit visszacsöpögtetnek, de ez bőven nem az, mint amilyen a kormányzati retorikával azt mondták, hogy az igazgatók valóban visszakapják a jogköröket. Pont a legfontosabb jogköröket, amit éppen az előbb említett, azokat nem kapták vissza, úgyhogy köszönjük szépen, természetesen ezután is dolgozni fogunk, de azért ne csináljunk úgy, mintha mi tolnánk a szekeret az iskolán belül, mert ott nagyon-nagyon kemény függőségi viszonyok vannak. Anyagilag azért nyilván Budaörs eddig sokkal jobb helyzetben volt, mint mondjuk egy nyírségi iskola. De jobb helyzetben lesz 3-5 év múlva. Tehát, hogyha darab-darab és iskola-iskola, akkor nyilván azt mondják majd a teljes államosítás után a jövő esztendőben, hogy most 10 évig a Hermanra nem költünk, mert hogy ez egy nagyon jó állapotban lévő iskola. Költünk más iskolákra. Igen, hát szörnyű jövőt látok ebben, megmondom őszintén, nem szeretem ezt a pesztimista hangvételt, de amikor arról beszélünk, hogy fejlesztés, akkor ez Budaörsön egy valóság volt. Minden egyes évben volt beruházási összegünk, minden egyes évben tudtunk fejleszteni és előrelépni, és ez látszik egyébként a beszámolóinkból is. Mióta a Klebersberg intézmény fenntartó központ van, addig minden egyes fejlesztés, ami az iskolában volt, Budaörs város önkormányzatának segítségével jött létre. Mindegyik. Egyet sem tudok mondani. És a jövőben miért lenne ez másként? Hirtelen nagyon-nagyon sok pénzt fognak költeni az oktatásra. Hát nem, de még veszélyesebb dolgot mondok. Ha egy iskolában van 150 tanulói számítógép, azok le fognak amortizálódni. Jó, nem 3 évben, mint a cégeknél, de mondjuk 4-5 év alatt leamortizálódik, és utána megint kell venni majd 50-et, 100-at, 150-et. Ez állami szinten fejlesztésnek gondolandó dolog, de igazából ez fenntartás. Ebben semmilyen potenciált nem látok. Tehát gyakorlatilag nem látom azokat az összegeket, lehetőségeket, pályázatokat, amik majd szavatolni fogják azt, hogy talán csak az az infrastruktúra megmarad, ami most van a Hermanban. Jó, Budaörs nagyon-nagyon magasra tette a lécet. De azért a tankerületi igazgatóasszony elmondta, hogy... Az új vagy a régi? Az új. Mindig a legkócosabb gyereket kell először megfésülni. És én remélem, hogy nem vagyok túlságosan illojális, mikor ezt a tévé nyilvánossága előtt elmondom, de alapvetően ehhez nem kell túl nagy fantázia, hogy értsük, hogy mit jelent Budaörs számára. Mi nem vagyunk ócosak. Sőt, a többiekhez képest elég jól fésültek vagyunk. Hát ehhez képest akkor már csak apróság, hogy önöknél megújult a futópálya, számos egyéb fejlesztés is történt, de ez tulajdonképpen már nincs is közük, mert hogy telekkönyvileg leválasztották az iskoláról, akkor majd megállapodnak az önkormányzattal, hogy kimehetünk oda tornaórát tartani? Nagyon jó a kapcsolatunk egyébként az önkormányzattal, és azt is meg kell mondanom, hogy azért ez az ötlet először a Hermanból indult. Tehát mi mondtuk azt, hogy válasszuk ketté a sportpályát és a levegőző udvart, azért, hogy a lakosság ki tudja használni azt a hihetetlen lehetőséget, ami ott a sportpályán van. Tehát a nem telekkönyvi, de fizikális leválasztás az a mi ötletünk volt. Nagyon szeretik az emberek. Tény, hogy hát ennek a bérbeadásából, és konkrétan itt a műfüves pályák bérbeadásából bevételei származhatna az intézménynek, de ezt a város nyilván nem akarja átadni az államnak. Ennek okai vannak, és ezeket a motivációkat azért meg lehet érteni, és most megtörtént ez a kettéválasztás, az iskola ugyanúgy használhatja a sportpályákat, mint eddig, a testnevelés órákat ott tarthatjuk minden további nélkül, sőt, mi határozhatjuk meg, hogy milyen rendben használjuk a sportpályákat, és délután, akkor a délutáni óráktól ugye sportegyesületek edzései vannak, illetve a lakosság is ugyanúgy használhatja. És a tornatermet is leválasztották ilyen módon önökre? Nem. Mert hogy ez egy külön szárnyban van a Hermanban, igen. És inkább sportcsarnok, mint tornaterem. Igen, sokáig ez volt gyakorlatilag a városi sportcsarnok, ez egy nagyon fontos része a városnak. Egyébként most is sok sportegyesület tekinti bázisának a Hermant, ezt nem választották le. Ez gyakorlatilag állami működtetésbe kerül 2017. január 1-től, hogy ennek mi lesz a gyakorlata, az talány számunkra. Tehát azt sem lehet tudni, hogy hogyan használhatják majd az egyesületek, mennyit kell érte fizetni, ki kap a pénzből, semmit nem lehet tudni? Semmit nem lehet tudni, nyilván kőkemény tárgyalások lesznek, taktikázások lesznek, sok-sok leülés a polgármesterekkel, de hát azt ne felejtsük el, hogy itt 50 iskola tartozik ehhez a tankerülethez most, a tankerületi igazgatóasszonynak is nyilván véges az ideje, nyilván sok polgármesterrel le fog ülni, biztos vagyok benne, hogy mindegyikkel, de én nem hiszem, hogy egy ülésben ezek a dolgok eldöntésre kerülnek majd, úgyhogy nyugodtan rászállhatjuk ezt a teljes tanévet arra, hogy kikristályosodjon, hogy igazából mik a motivációk.
ebben a pillanatban ebből semmit nem látok. Érdeklődően várjuk a fejleményeket. Köszönjük szépen, hogy eljött. Én is köszönöm. Hárman párban. Ezzel a címmel nyílt kiállítása Pácelt Andrea és Molnár Göb Zoltán képzőművész házaspárnak a Postárton. A kapcsolatban a harmadik tényező a művészet, az elkészült alkotások és az általuk befogadó közönség, amely hozzáteszi a saját értelmezését. A mostani tárlat nem egy konkrét tematika köré épül, inkább egy izgalmas összefoglalása a több évtizede aktív művészek munkáinak. A Zoli festett képet és az Andrea körbe fonja. Az az érdekes ezekben a képekben, hogy tulajdonképpen azt a kérdést teszi fel, hogy izgatottakká válunk-e attól, hogy felfedezünk magunkba valamit, ami a képen megjelenik. Ezekkel a gondolatokkal indította útjára Salamon Suba László rendező, a Budaörsi Játékszín korábbi igazgatója, Pácelt Andrea és Molnár Göb Zoltán közös kiállítását a PostArt évadindító tárlatán. A párbaj tárgya a képek, és egyáltalán azok a gondolatok meg üzenetek, amik ki tudja, hogy honnan jönnek, 20-30-40 év távlatából kikinek mennyi. Igazából itt vannak olyan képek, amiket Budaörsön is már látott a közönség, itt a hét főbűn, hét erény sorozatból ez a két nagy tabló, illetve most itt három, ami ezt képviseli, és van nagyon-nagyon régi kép, 40 évvel ezelőtt készült, ki sem merem mondani, például Zoltáné, amin még, mikor megismerkedtünk, akkor még kerevetként is szolgált, vagyis ágyként. Tehát ez a ifjúkori dolog. Tehát itt nagyon sok emlék, nagyon sok gondolat, üzenet, mindenféle korból, helyekről összejön, és azért a képeknek a nagy része, már ami az én képeimet illeti, az elmúlt 5 év, illetve 2 év, de valami nagyon friss. Tehát ezért nem igazán tematikus ez, mert annyi idő nem volt erre most rákészülni. Ugye mind a ketten tanítunk, és nyáron művésztelepeken voltunk, viszont azokból a művésztelepi anyagokból itt is láthatóak újak, amiket így megpróbáltunk valahogy összetenni, hogy igazán párbajozzanak, megszólítsák egymást. Ez a kettőnk kiállítása, végül is ugyanannos ketten állítunk ki, valamiféleképpen paralell legyen, valamiféle parallelitás, ami párhuzam létrejöjjön. Viszont volt egy adott képanyag. Hirtelen jött a felkérés, és ezeket a képeket tudtuk hirtelen elérni. Persze nem került ki minden a falra, de volt egy nagyon profi segítünk, Salamon Suba rendező úr személyében, aki tegnap este, amikor felraktuk a kiállítást, az erőteljesen hozzászólt, úgyhogy a dolgokhoz. Ez az és hát én azt hiszem, hogy jól össze tudtuk rakni így hárman közösen, ami utal a címére, és ez nagyon érdekes, ez a hárman párban, szóval végül is tényleg összejött a dolog. Gondolom, hogy erre a képre gondolsz. Igen. Ez viszont úgy került ide, ezt beválogattuk a tér mérete miatt, Andinak is van két ilyen nagy tablója. Ez egy előző koncepcionális munkánk eredménye, ez már volt kiállítva, itt biztos emlékeztek rá, itt a Zichy Majorban Budaörsön egyszer. Ez egy festőcsoport társaságunk, akikkel együtt dolgozunk, hát most már közel 3 éve, ha jól emlékszem, és csináltunk egy ilyen sorozatot, ami a hét főbűnt és a hét erényt dolgozta fel, és ezek azoknak a, ugye itt a téma elég elementáris, és az összes mű helyel közel ilyen, tehát mind a hatunké. És hát most ebből ez az egy tőlem, Anditól pedig egy másik kép van itt, hát ezek bizony a témájukból fakadóan elementárisan hatnak. A hatok művészeti csoport alapító házaspárjának különleges tárlata szeptember végéig tekinthető meg a PostArton. A kiállítás megnyitóját követően Kocsis Krisztián zongora művész lisztdarabokat adott elő.
Ők tudják, mi a szerelem. Hubay Miklós drámáját láthatják mindjárt, felvételről közvetítjük a Budaörsi Latinovic Színház előadását. A főszerepben Almási Éva és Mécs Károly, de előtte még programajánló. A Budaörsi Kertbarátok Dr. Lunc Otto kárköre megemlékezést tart névadója halálának 15. évfordulóján csütörtökön. 17 órakor a Víg utca 3 szám alatt lévő Lunc pincénél emléktáblát avatnak, majd 18 órától emlékestet tartanak a Jókai Mór művelődési központban. Fellép a Líra dalkör, valamint borkóstoló és a termésbemutató kíséri a rendezvényt. Olofsson Krisztina festőművész Utazás című kiállítás megnyitójára is szeretettel vár mindenkit a művelődési központ pénteken este 6:30-ra. A tárlat egyébként október 18-áig tekinthető meg. 2016 őszén kezdődik az országos idősképző hálózatot működtető Zsigmond Király Egyetem által szervezett Budaörsi Senior Akadémia 5. féléve. A félév első előadásán Jászberényi József az időskori diszkriminációról beszél majd, könyvbemutatóval kísérve, pénteken délután 3 órától a Jókaiban. Az előadás minden 50 év feletti budaörsi számára ingyenes. Most akkor mindjárt kezdődik a színházi közvetítés, előtte még megmutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük akár a mai témáinkkal kapcsolatban is, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Én mára megköszönöm a figyelmet, találkozunk pénteken, viszontlátásra!